Nagyon kellemes szórakozást kívánok mindenkinek az Eurosporton, Szabó Gábort hallják. Hát mint azt mindannyian tudjuk, a standard labdázókat úgy általában is veri az élet kegyetlenül. Az esztendő utolsó versenyét ennek megfelelően Phukethben Thaiföldön tartják meg november 1 és 4-e között. Ugye ez azt jelenti, hogy ma az elődöntők napja van, és az első női elődöntőt nézhetjük majd meg, így együtt Kerry Walsh és Misty May, a világ valószínűleg legjobb párosa játszik majd egy meglepetés duóval, hiszen a német Reykjavik Abeler, illetve Hella Gyuri jutott be a másik ágon, az elődöntőbe. Noha nekik ez még soha az életben nem sikerült. Nem úgy, mint ugye Misty Mayéknek, akiknél hát inkább az a hír, hogyha nem nyernek meg. Nem egy tornát, hanem egy mérkőzést. Három alkalommal szenvedtek idén vereséget mindösszesen. Ebből a világsorozatban mindössze egyetlen egyszer. A többi vereséget ezt az Egyesült Államokban szenvedték el, ahol ugye van egy másik sorozat is, nagyjából hasonló díjazással, mint amit a Nemzetközi Strandröplabda, illetve Nemzetközi Röplabda Szövetség föl tud ajánlani. Szóval nem igazán nagy kérdés, azt gondolom azt, hogy ezt a mérkőzést kinyeri, bár kétségtelen, hogy ugye a németek teljesen esélytelenül játszhatnak, és mint ilyenek akár még meglepetést is okozhatnak, bár az is igaz, hogy nagyon-nagyon messzire kéne visszamenni a múltba, hogyha keresnénk egy olyan szintű párost, amelyik le tudta győzni Misty Mayt és Kerry Walsht, mint a Brink Abeler duo. Hát de majd meglátjuk. Tényleg valószínűleg a világ legjobb ütőjátékosa, sőt ezzel nem is nagyon lehet vitatkozni, hogy Kerry Walsh és az egyik legjobb mezőnyember állt össze, és lettek háromszoros világ és egyszeres olimpiai bajnokok. Ilyen szintű sikersorozatra nem nagyon volt példa, a standard labdában még sohasem. Azoknak a tornáknak a javát, nem is tudom, hát mondhatnék éppen számokat, végsősorban eléggé meggyőzőek. Mérkőzéseket mondok, mert az az érdekesebb, ugye, hogy 10 mérkőzésből átlag 9-et megnyernek. 315 győzelem, 35 vereség eddig a mérlegük, amióta összeálltak. Ez az 55. torna, hogy együtt játszanak. Az 55 alkalomból 48-szor eljutottak a legjobb 4-ig. No, hát akkor az első számú mérkőzés vezető Bert van der Hul Hollandiából, és egy kínai segítője van, Jung-Ju Liu. És ahogy nézem, elerett az eső. És ahogy a felhőket néztük bizony, hát még akár nagyobb vihar is lehet belőle. ได้ อันดับ 5 จาก 2 อีเวนต์จากประเทศโปรตุเกสและนอร์เวย์ผู้เล่นหมายเลข 1 Reggie Brink Abeler. No, hát a szőke a német párosból, Reggie Brink Abeler. Eddig egyébként szép idő volt Phukethben, de hát az ilyen előfordul el. A Gyurich volt ugye olyan is Stavangerben például, amikor melegítőben strandöplabdáztak, ami nem feltétlenül olyan felszerelés, amit az ember gondolna használni. De hát azért azt már csak nem várhatják el, hogy mind a 17 helyszínen az összes játéktapon verőfényes napsütés van. Kerry Walsh, tehát 190 cm magas. Az egyik legjobb, nem a legjobb ütő a világon, és az egyik legjobb blokkoló, és az egyik legjobb mezőnyember, Misty May.